Der Nationalitätstag wurde im Olasz im Komitett Branau abgehalten. In der Siedlung leben viele Deutsche und Kroaten. Bei der Veranstaltung trat auch die Tanzgruppe des Deutschen Traditionspflegevereins aus Ratsbeter auf. Der gemischte Chor für Erwachsene war das erste, der in Ratsbeter gegründet wurde, gefolgt von der Jugendtanzgruppe, der Blaskapelle und der Handwerksabteilung. Auch die Tanzgruppe und die Blaskapelle sind gut bestückt. Unser Verein, unsere Tanzgruppe feierte letztes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Also nicht alle Tänzer, die heute mit tanzen, tanzen seit 30 Jahren, aber einige schon. Wir tanzen meistens nur echte ungarn-deutsche Tänze, aber wir haben seit einigen Zeit auch etwas modernere österreichische Tänze im Repertoire. Ez egy schwab ünnepi viselet, saján brokát anyagból készült. Ez egy újpetrai schwab népviselet. Édesapám schwab felmenőkkel rendelkezik, így kerültem a táncsoportba. Ezért fontosnak tartom a schwab hagyományok megőrzését, ezért táncolok az Egyesületben. Süteményeket hoztunk, házi tésztát készítettünk, kékfestőt hoztunk, kötényeket hoztunk, levendolás acskókat. Ilyennel foglalkozik a klubunk. Sok munkánk, ami itt kint van, tutyi minden, az otthoniaknak is üzenném azt, hogy köszönjük a sok segítséget, mert vagyunk 24-en, és ugye nem tudtak ide eljönni. Én azt hiszem, hogy meg szeretném nekik így köszönni akkor, hogy ők is részt vettek a tésztában, meg a többi munkánkkal kapcsolatos. Minden héten találkozunk, kedden, 1-től 4-ig vagyunk, és akkor mindig foglalkozunk. Jön a nyári szünet, szeretnénk, ilyen lesz a tábor, menni oda, tésztázni, kézműveskedni, mind itt is látszik a papírrózsáink, meg a virágaink. Bei der Veranstaltung trat auch das nationale Folktanzgruppe aus Mohács auf, das eine eigene Choreografie über das Zusammenleben der beiden ethnischen Gruppen aufführte. Ez az enyém, több darab is a Didi mamámról maradt rám. Néha egy kicsit a testfelépítésünk más, vagy egy kicsit kisebb alkat volt, mint én, úgyhogy néha ez kicsit szenvedős, de büszke vagyok rá, hogy ilyen örökségi darabokat tudok hordani. Sokat készültünk, már régóta tanuljuk ezt a táncot, sokat elő is adtuk már. Én jelen pillanatban a schwab műfének a párja vagyok, igazából én fogom őt segíteni valamennyire a koreográfia alatt, hogy ő tudja a szerepét csinálni. Segítek majd a mennyasszonynak felöltözni, elbúcsúztatni, és részt veszek a lakodalomban, a mulatságban is. Én schwab vagyok, schwab származású, szóval illik rám a szerep ilyen szempontból is. Amennyire lehet, hogy igen, ételeket főzünk, amik ilyen hagyományosak, próbáljuk az ünnepeket megtartani, szertartásokat, amennyire idő engedi, meg lehetőségek engedik, úgy próbáljuk tartani ezeket. Die Grundschule im Olasz bietet eine deutschsprachige Bildung auf hohem Niveau. Die Mehrheit der Schüler hat schwäbischer Herkunft und viele Rohr sprechen die Großeltern noch den Dialekt. Die Volkstanzgruppe der Schule pflegt nicht nur die schwäbische Tänze, sondern auch die Volkstrachten. Az iskolában német nemzetiségi oktatás folyik, a gyerekek heti 5 óraszámban tanulják a német nyelvet, illetve 1 órában német népismeretet tanulnak. A 8-osokkal készülünk a DSD nyelvvizsgára. Az idei évben 8 tanulót készítettünk fel a nyelvvizsgára, közülük 3-an B1 fokozatot értek el, ami egy átmenet az alapfok és a középfok között. 5-en pedig az A2-es, vagyis az alapfokú minősítést érték el. Am Nationalfeiertag betraten auch örtliche Kindergärtner die Bühne, die Chöre bereiteten eine Aufführung vor und auch der Blaskapelle Alte Kamerade gab ein Konzert.